nincs kisebbik rossz. Kelemen Johannisra szavaz. A szavazókat viszont arra biztatják, hogy szavazzanak lelkiismeretük szerint. Magyarul. Az anyanyelvért meg kell dolgozni, a magyar nyelvnapját ünnepeljük ma. Creativity. Alternatíva a gyerekeknek a képernyő bámulásra, 2 napig elvarázsolták a gyerekeket. Köszöntöm Önöket a híradóban! Feloldják az erőszakba torkolló tavaly augusztus 10-i kormányellenes tüntetések iratcsomójának titkosságát, jelentették be a mai kormányülésen. A volt szociáldemokrata kormány és a jelenlegi liberális kabinet ellentmondóan vélekedik azóta is a történtekről. A Nemzeti Liberális Párt kormányának egyik fontos ígérete volt, hogy a közvéleménnyel pontos részleteket közölnek arról, hogy mi is történt 2018. augusztus 10-én a bukaresti kormányellenes tüntetésen, mondta Ionel Danke, a miniszterelnöki hivatal titkárságának vezetője. Ludovik Orbán miniszterelnök a kormányülés előtt arról faggatta Marcel Vela belügyminisztert, hogy miként is áll a tüntetésre vonatkozó dokumentumok titkosságának a feloldása. Utóbbi pedig azt mondta, még egy láttamozásra vár. Az augusztus 10-i ügyirat titkosságának feloldására vonatkozó eljárások véglegesítés alatt vannak, és a jelentést a legrövidebb időn belül nyilvánosságra fogjuk hozni. Az eljárásokat ma véglegesíteni fogjuk. 2018. augusztus 10-én a Facebookon mozgósított ellenzéki tömeg úgynevezett diaszpóra tüntetésre gyülekezett Bukarest központjában. Az esti órákban a tiltakozás erőszakos cselekedetekbe torkollott. Az akkori kormány az egyes tüntetők agresszivitását, az ellenzékiek a rendfenntartók túlzott brutalitását okolták. Egyes beszámolók szerint futballultrák voltak a provokátorok, a politikai ellenfelek pedig egymást azzal vádolták, hogy szándékosan vetették be a radikális csoportokat a másik fél kompromittálása érdekében. Kizárásokkal tarkított viharos ülést tartott tegnap este a Szociáldemokrata Párt Végrehajtó Bizottsága. A kiszivárgott értesülések szerint csúnyán összevesztek a párt vezetőségi tagjai. Az ezt követő sajtótájékoztatón azonban már ismét egységes arcukat mutatták. Az államfőválasztások első fordulójának eredményeit elemezték a Szociáldemokrata Párt Végrehajtó Bizottságának keddesti ülésén. Noha sokan keveseltik Viorica Döncsilő eredményét, azok, akikkel állítólag csúnyán összeveszett az ülésen, Lia Olguca Vasilescu kampányfőnök és utóbbinak a férje, Claudio Manda szenátor mellette álltak az ülés utáni rögtönzött sajtótájékoztatón, és kijelentették, hogy Viorica Döncsilő meg fogja nyerni a választások második fordulóját. Döncsilő ugyanakkor szemrehányást tett Klaus Johannisnak, hogy folyamatosan sértegeti a pártot, és őt személyesen is, de nem hajlandó kiállni vele vitázni a második forduló előtt. Oda kell állni az emberek elé és elmondani, mit akarunk. Előtte pedig be kell számolnunk arról, hogy eddig mit csináltunk. Ez a hozzáállás, hogy nem vagyunk erre hajlandóak, és a PSD-vel folytatott háború. Románia elnöke nem a PSD elnöke, nem a PNL elnöke, egyetlen pártnak sem az elnöke. Románia elnöke minden román állampolgár elnöke, és felelősséggel tartozik irányunkba és az ország iránt. A szociáldemokrata államfőjelölt ugyanakkor a Johannis által sokszor hangoztatott korrupciós vádak kapcsán elmondta, jelenleg 2 olyan jelölt versenyez, akik közül egyiknek van egy korrupciós ügye, mégpedig Johannis nagyszebeni ingatlanjai, a másiknak pedig nincs. Ugyanezen a végrehajtó bizottsági ülésen kizárták a pártból azokat, akik megszavazták a liberális kormány beiktatását, valamint Anna Birchall, volt igazságügyi minisztert és Kozmin Gusát, a Realitatea TV tulajdonosát a párt érdekeinek ellentmondó megnyilvánulásaik miatt. Egyik jelöltet sem támogatja az elnökválasztások második fordulójában az RMDS, jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök a szövetségi állandó tanácsülése után. A választást a magyar szavazók bölcsességére bízzák. Noha eltelt 3 nap az államfőválasztások első fordulója óta, egyik jelölt sem kérte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vagy a Magyar Közösség támogatását, jelentette be Kelemen Hunor RMDS elnök a szövetségi állandó tanács mai ülése után.
Elmondta, az a döntés született, hogy az RMDS nem fog egyik jelölt mellett sem kampányolni, nem támogatja egyiket sem az államfőválasztások november 24-i második fordulójában. Mi a saját választóink bölcsességében bízunk, és természetesen rájuk bízunk a döntést. Felnőtt emberekkel felelősen tudnak dönteni, ezért arra kérjük őket, hogy menjenek el, és józan eszük szerint döntsenek okosan a második fordulóban. Legyenek részt a választáson, mindig erre biztatjuk a magyar embereket, mindegy, hogy milyen választásról van szó, mert fontos, hogy beleszóljunk, fontos, hogy alakítsuk a dolgok menetét. A rendszerváltás utáni romániai államfőválasztások történetében most először nincs olyan jelölt a második fordulóba jutott két politikus között, aki egyértelműen élvezné a magyar közösség szimpátiáját. Az előző államfőválasztáson a magyarok által tömegesen megszavazott Klaus Johannis magyar ellenes megnyilvánulásaival, valamint a kisebbségi kérdések iránti teljes empátia hiányával eljátszotta a közösség bizalmát. Míg Viorica Döncsilő a magyarok soraiban erős elutasítottságú szociáldemokrata pártot képviseli. Sürgősségi eljárást kér az RMDS a parlament szakbizottságaiban a vadászati törvény módosításáról, amellyel kezelni lehetne az egyre komolyabb gondot okozó, emberéleteket is követelő medve veszélyt. Ma már annyira elszaporodtak a nagyvadak, hogy nem elég a beavatkozási kvóta, a veszélyesnek minősített medvékre adott rendkívüli kilövési engedély, az állomány szabályozása érdekében meg kell változtatni a vadászati törvényt, a medvét legalább 5 évig le kell venni a védett fajok listájáról, érvel az RMDS az utóbbi napok medvék okozta tragédiája kapcsán, amelyek csak újabbak egy hosszú sorban. Ennek érdekében sürgősségi eljárásban kell törvénymódosítást megvitatni a szakbizottságokban, hogy az elnökválasztások második fordulója után rögtön a plénum is elfogadhassa. Táncos Barna szenátor szerint az utólagos problémakezelés nem elég. Egy posztfaktum megoldás az nem hoz semmit, nem ment még életeket, és nem védi meg az embereket ezektől a támadásoktól. Azokban a térségekben, ahol soha nem találkoztak medvével, ahol a medve nem egy mindennapi vad volt, azokban a térségekben is megjelenik. Ott van nap mint nap az udvarokban, a gyümölcsösökben, a kukorica táblában, és látjuk, hogy milyen károkat, milyen sajnálatos tragédiákat okoz. A Milvusz Madártani és Természetvédelmi Egyesület aktivistái viszont úgy vélik, hogy egy ilyen jogszabály elfogadása, amely a medvét leveszi a védett fajok listájáról, kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után az Unió részéről, és Románia eleshet azoktól az alapoktól, amellyel az Unió éppen a nagy ragadozókkal való együttélést segítené egy speciális keret révén. Ennek jó vége nem lesz a mi szempontunkból, tehát egész konkrétan az európai törvényeknek és az, az élőhelyvédelmi irányelv alapján a medve szigorúan védett faj, ez homlokegyenest ellent fog mondani, de hát ugyanakkor az európai törvényeknek pedig elsőbsége van a romániai törvénykezéssel szemben, tehát nem lehet egy romániai törvénnyel módosítani egy európai törvényt. Hogy akkor mi a megoldás? A Milvusz aktivistái szerint operatívan ki kellene fizetni a medvék által okozott károkat, ami most nem történik meg, a problémás egyedek kiemelésének bürokráciáját pedig csökkenteni kellene. Továbbá sokkal jobban fel kellene mérni a medvepopulációt, mert jelenleg mindenki dobálózik a számokkal, de senki nem tud semmi biztosat, és pontos adatok ismeretében határozni meg egy hatékony akciótervet. Az országgyűlés 2011. szeptember 26-án fogadta el a magyar nyelv napjára vonatkozó határozatot, annak emlékére, hogy 1844-ben 5. Ferdinánd magyar király ezen a napon szentesítette a magyar nyelvet hivatalossá államnyelvé tevő törvényt. Romániában 2015-ben hirdették ki a törvényt, miszerint a november 13-a hivatalosan is a magyar nyelv napja. A magyar nyelvnapja kiváló alkalom arra, hogy megvizsgáljuk anyanyelvünk állapotát, és az ehhez kapcsolódó kérdésekre elkezdjünk válaszokat találni. A nyelvművelés elsődlegesen a családban zajlik, erre segít rá az iskola, de a felnőtteknek már nehezebb a dolguk. Pedig a nyelvművelés fontosságát alig ha kell hangsúlyozni. Vida Gábor, a Látó Szépirodalmi Folyóirat főszerkesztője szerint a magyar ember anyanyelvén tudja az érzéseit, gondolatait a legpontosabban, legárnyaltabban megfogalmazni, leírni és kimondani. Mindig azt szoktam mondani, hogy nincs olyan magyar szó, senkinek sincs a fejében olyan magyar szó és olyan magyar mondat, amit legalább egyszer ne hallott vagy ne olvasott volna.
Tehát hogy csak azt tudjuk a saját anyanyelvünkből is, amit legalább egyszer hallottunk, vagy legalább egyszer elolvastunk. Ezt kellene tudni. Az anyanyelvért is meg kell dolgozni, a magyar nyelvért is meg kell dolgozni. Maros megyében egyre kevesebb kizárólag magyar nyelven publikáló szerkesztőség van. A Népújság nyomtatott lapjaiban és online felületén egyaránt magyar nyelven jeleníti meg cikkeit. Karácsonyi Zsigmond, az újság főszerkesztője szerint a nyomtatott lapoknak óriási szerepe volt a nyelv megőrzésében és fejlődésében. A nyelv az nem csak kommunikáció. Nyelv azt jelenti, hogy tovább viszünk egy kultúrát, egy közösséget építünk. Azok a kifejezések, amiket használunk mi sajtóban, sokszor azt mondjuk, hogy ízesebbé tesszük az írást vagy a beszédet, az magukban hordoznak egy ilyen kultúrtörténeti emléket is. A Communitas Alapítvány és az RMDS 5. alkalommal szervez központi eseményt a Magyar Nyelvnapján, és kitüntetéssel illeti azokat a magyar személyiségeket vagy intézményeket, amelyeknek a kultúra területén kifejtett munkája a nyelvművelés szempontjából is értéket jelent. Idén a díjat a Kolozsvári Rádiónak adja át. 1945 és 1953 ősze között az Államvédelmi Hatóság mintegy 100 kisebb-nagyobb internáló és munkatábort működtetett Magyarországon. Ezek közül a leghírhettebb a Recski kényszermunkatábor volt, amelyet a Magyar Gulágnak is neveztek. A korabeli dokumentumokból, fényképekből, illetve beszámolókból elkészült vándorkiállítás a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából érkezett Nagyváradra. Bennünket minden tettünkben, nemzetünk felemelése, népünk alázatos szolgálata vezetett. Ebben van erőnk, és ez biztosítja számunkra a jövendő sikereket is. A rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából a Királyhágó melléki református egyházkerület, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szervezésében Nagyváradra érkezett a Recsk a Magyar Gulág című vándorkiállítás. Az elmúlt évek széles körű irattári gyűjteményéből létrejött kiállítás 1945 és 1953 között működő internáló és kényszermunkatáborok világát, az akkori politikai rendőrség szerepét és működését, valamint legrészletesebben a Heves megyei Recsk település mellett felállított tábort mutatja be. Tulajdonképpen a kiállítás csak egy ilyen apropóul szolgál, egyébként a Királyhágó melléki egyházkerület nem teheti meg, hogy egy 30 éves évfordulón meg ne emlékezzen, hiszen igencsak szoros a kötődés a volt püspök Tőkés László révén, Temesvári gyülekezet révén, és ez mind-mind az egyházkerülethez kötődik. A kiállítás megnyitót követően egy kerekasztal beszélgetés kezdődött, ahol a magyarországi helyzet mellett a romániai internálótáborok működése és a kitelepítések is szóba kerültek. Az erdélyi és külföldi történész szakértők által vezetett beszélgetés során a nagyváradi szabadságra vágyó ifjak szervezetének szenvedéseit, valamint az érmihályfalvi Sas Kálmán mártír lelkipásztor életét is felelevenítették, akik szintén áldozataivá váltak az elmúlt rendszer kegyetlenségei. Ha összehasonlítom Romániával, a közös sors, ugye, az 50-es évek közös sorsa, közös hívószavak az 50-es évekre összekötnek bennünket. Hát az a különbség, hogy Romániában is vannak internáló táborok, kényszermunkatáborok, csak itt a Duna-deltába telepítik az embereket, meg a Baragánba. De Magyarországnak nem volt Duna-deltája és Baragánja, itt Kelet-Magyarországra tudták azokat az embereket kitelepíteni. A vándorkiállítás megnyitója után levetítették a Jules Szökése című dokumentumfilmet is. Papp Bolyán a megrázó alkotása, az akkori táborvilág bemutatása mellett Miknai Gyulának, becenevén Jules-nek állít emléket. Ő volt az egyetlen, akinek sikerült megszöknie a Recski munkatáborból, és nyugatra eljutnia, ahol a Szabad Európa Rádióban tudatta a világgal, hogy a kommunista rezsim munkatáborokat tart fent Magyarországon. Megmaradni és mégis élni, ezzel a mottóval szerveztek demográfia, egészség és szociálpolitika tematikájú konferenciát Marosvásárhelyen. 11. alkalommal rendezték meg, a szervezők ez alkalommal Erdélyt választották helyszínnek.
Szakemberek, orvosok, politikusok, egyetemi tanárok és más döntéshozásban szereplő személyek osztották meg egymással és az érdeklődőkkel a különböző tudományterületeken szerzett tapasztalataikat a Marosvásárhelyen megrendezett Megmaradni és Mégis Élni című konferencián. Céljuk együtt megvizsgálni a nemzet megmaradásának feltételeit és feladataikat ezen a téren. Mindenki tudja azt, hogy fogyunk egész Európában, Magyarországon, Erdélyben, Székelyföldön. Ez szomorú dolog, de úgy érzem, hogy nem az a küldetésünk, hogy sopánkodjunk, síránkozzunk, egymásnak panaszkodjunk, vagy a hibásokat keressük, hanem az a feladatunk, hogy tegyünk valamit, mindenki, amit tud. A rendezvényen a hazaszeretet és a hit megtartó ereje, a keresztény családi élet értékeinek hangsúlyozása is méltó súllyal érvényesült. Az ötletgazda elmondta, a demográfiai helyzet súlyossága miatt szeretnének mindenkit buzdítani a gyerekvállalásra. Tágabb értelemben mindenki, aki ezen a területen még tevőlegesen szülőként, nagyszülőként tenni tud, hiszen a nagyszülőknek is szerepe van. Egyrészt azért, hogyha kifejezik a vágyukat, hogy mert már mindenkinek van unokája, csak nekünk nincs, akkor ez egy kicsit biztatása fiatalok számára. A konferencián erdélyi, vajdasági, valamint az anyaországi tapasztalatok egyaránt elhangzottak a két tudományos szekcióban. A Magyar Tudomány ünnepe keretében negyedik alkalommal szerveztek multidisziplináris konferenciát Nagyváradon. Az évek során az egész Kárpát-medencét körülölelő rendezvényen 7 szekcióban tartottak előadásokat, de könyvbemutatókra is sor került. A Párcium tudományos életének fellendítése céljából negyedik alkalommal szervezték meg Nagyváradon a Párciumi Magyar Tudomány Napját. Az egésznapos rendezvénysorozat lehetőséget biztosított a hazai és határon túli kutatóknak a találkozásra és beszélgetésekre, valamint a szakmai kapcsolatok és együttműködések kialakítására és elmélyítésére. A rendezvény főszervezője ez alkalommal is a Párciumi Területi Kutatások Intézete volt, azonban több hazai és külföldi egyetem szakkollégiuma is csatlakozott az esemény lebonyolításához. A magyar tudománynak az ünnepe azt gondolom abból a szempontból rendkívül fontos, hogy a tudománynak az eredményeit szélesebb körben is megismertessék az emberekkel, határokon belül és határokon kívül is természetesen, hiszen a tudomány folyamatosan döntően azért önmagán dolgozik, ha úgy tetszik, egy szűkebb körnek, de biztosítani kell ezeknek az ismereteknek azt gondolom folyamatosan a szétterítését, a közérthető formában való átadását a szélesebb közvéleménynek is. A tudományos élet kitüntetett eseményének idei mottója az értékteremtő tudomány lett, amely a nagyváradi helyszínből adódóan a régiókutatás és a párciumkutatás napjainkban címet viselő témakörrel egészült ki, ahol a térséget tanulmányozó kutatók és kutatócsoportok is bemutathatták munkásságuk eredményeit. Nyilván tudjuk azt, hogy már régtől fogva a Debrecen Egyetemen, vagy Kolozsváron, vagy a környező nagy egyetemeken azért zajlottak olyan tevékenységek, amelyek ezt célozták meg. Az új egyetemi újjáépítés és újradefiniálás itt a Párciumi Keresztény Egyetemen kifejezetten ezt a stratégiai célt fogalmazta meg azonban, hogy ebben a régióban, ennek a régiónak a kutatásában nekünk kell a legjobbnak lennünk, mi kell vigyük a fáklyát, úgymond, úgyhogy igyekszünk, reméljük, hogy egyre jobban, évről évre egyre jobban állunk. Az elmúlt 4 évben folyamatosan bővülő szakmai konferencia időközben az egész Kárpát-medencét átölelő tudományos rendezvényé nőtte ki magát. A mostani találkozóra 11 nagyváros 20 intézményéből több mint 100 kutató érkezett, és a nap folyamán 7 szekció 76 előadása közül válogathattak az érdeklődők. Hozzávetőlegesen 400 gyerek vett részt a Kétnapos kaland az elvarázsolt kastélyban című Maros megyei gyerekfesztiválon. A rendezvény célja, hogy interaktív játékokkal tartsa távol a kisiskolás diákokat az internet világától, a televíziótól és a telefontól. A 6 és 12 éveseknek szóló gyerekfesztivált a Creativity Egyesület szervezte a Szapiencia Egyetem koronkai kampuszán. Az interaktív programok mellett más alternatívákat is felkínál a Creativity Gyerekfesztivál, hiszen 12 sportklub és kulturális egyesület lép fel különböző produkciókkal, szemléltetve, hogy mi mással tölthetik a gyerekek szabadidejüket a telefon és a számítógép használat helyett. Szeretném, hogy ide játszódjanak, interakcionáljanak, és erre játékot, teret és helyet biztosítunk.
Ugyanakkor azt szeretnék, hogy román-magyar gyerekek együtt játszódjanak, együtt győzzék le a gonoszt, együtt mentsék meg a varázslóknak a hangját, és ez össze is jött számunkra. A gyerekanimátorok már 5 hete készülnek a rendezvényre. Szerintem nagyon fontos az, hogy inkább a játékokba vonjunk bele is a kézműves műhelyekbe, mivel amúgy is rengeteg időt töltenek a digitális készülékek előtt. Van most is olyan gyerek, ugye, akinek kell az, hogy épp a telefonját nyomogassa, de igyekszünk elvonni őket ezek elől. Szerintem sikerült. A gyerekek nagy része Maros megyéből érkezett, de Brassóból, Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről is jelentkeztek a fesztiválra. A kedvenc játékom az volt, amikor be kellett dobni a sárkány szájába a labdát. Nekem a ritmikus torna és a néptánc nagyon tetszett. A programok lebonyolításában 90-nél több önkéntes, a Mihály Éminészkú Pedagógiai Liceum és a Szapiencia Egyetem lelkes, gyermek és kamasz nyelven nagyszerűen értő diákjai segítettek. Asztali tenisz és labdarúgás sporthírekkel folytatjuk. Bejutott az asztali tenisz ETU kupa negyed döntőjébe a székelyudvarhelyi ISK szak csapata, amely a sokkal jobban jegyzett portugál Deportivo São Roque együttesét búcsúztatta a 8-at döntőben. Már az is óriási fegyvertény volt, hogy az udvarhelyiek tovább jutottak a csoportkörből, most ezt is felülmúlták György István edző tanítványai. A Portugáliában játszott mérkőzésen 3-1-es vereséget szenvedtek az udvarhelyiek, így nem volt sok lehetőség a visszavágón a botlásra. Az első meccset György Szilárd hozta az udvarhelyieknek, majd a klub svéd légiósa Sebastian Lossó drámai csatát vívott Nuno Enriques, és úgy nyert 3-2-re, hogy mindkét félnek volt meccslabdája. Végül Cservi Krisztián a portugálok honosított kínai játékos Tiago Lit verte drámai csatában. A negyed döntőben az udvarhelyiek ellenfele a szlovákiai Nemes Hódos lesz, egy magyar többségű felvidéki település csapata, ami az udvarhelyiekkel vívott csatájuknak külön érdekességet kölcsönöz. Ha a magyar labdarúgást emlegetjük, akkor általában az aranycsapat lenyűgöző eredményeire gondolunk, miközben megfeledkezünk arról, hogy már előttük is jelentős sikereket értek el a magyar válogatott játékosai. Az elmúlt héten Nagyváradon Hősök a Hőskorban címmel szerveztek előadást, amelyen azok a sportolókról esett szó, akik a magyar labdarúgás alapjait tették le. Az MTK az első csapat, mely a korszerű angol futball elemeit igyekszik meghonosítani. Focistái észre játszanak, elegánsan, technikásan cseleznek, fű alatt passzolják a labdát. Ilyen és ehhez hasonló eredeti filmrészleteket és egyedi fotókat is láthattak az érdeklődők az elmúlt héten Nagyváradon, ahol a Hősök a Hőskorban címmel tartottak előadást a magyar foci történetéről. A NAC labdarúgó egyesület által szervezett előadás sorozat első alkalmának fő témája a magyar labdarúgás kezdetei voltak, és azok kerültek a középpontba, akikről a közvélemény ma már nagyon keveset tud, de ők voltak azok, akik letették a magyar foci alapjait. Én úgy érzem, nagyváradi magyarként minden, ami az anyországokat összeköt, az fontos. A foci, a sport egy ilyen kapocs, ez határok feletti dolog a sport. Magyar játékosok sikereinek érjenek bármilyen sikert olimpián, világbajnokságon, egy szívvel, egy lélekkel örül minden magyar szerte a Kárpát-medencében. A vetített, képekkel és filmrészletekkel kísért bemutatót Kozma Mihály, korábbi teremlabdarúgó szövetségi kapitány, az MLS teremlabdarúgó edzőképzés vezetője tartotta. Többek között olyan érdekességekre is választ kaphattak az érdeklődők, hogy miért éppen megypiros lett a magyar válogatott hagyományos meze, vagy mi volt az akkori válogatott sikerének a titka. Bár a labdarúgást az angolok találták ki, mi magyarok mégis talán kicsit többet is hozzátettünk, mint ők, hiszen mi egy új stílust tudtunk ebbe a labdarúgásba bevezetni, nekünk nem ízlett az ívelgetős angol stílus, és mi inkább közelebb mentünk egymáshoz,
passzolgattunk, rövid passzokkal vittük fel a labdát, és ezzel egyfajta Kárpát-medencei, vagy Dunamelléki, vagy közép-európai stílus teremtettünk meg. Az előadás második részére november 16-án a Pártyumi Keresztény Egyetem amfiteátrumában kerül sor, arany, ezüst és bronz csapat címmel. Az előadások során befolyt összeget a nagyváradi AC utánpótlás csapata javára fordítják a szervezők. Eddig tartott a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.